Jó estét, kívánok mindenkinek! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Bodó Galériában az idei, vagy hát a szezon első kiállításán, ami ezután most egy, hát a Bodó Galéria profiljában egy szokatlan fiatal művésznek jutott ez a szerep, hogy a szezon első kiállítása az övé legyen, Csabai Renátó. A kiállításnak az azért, hogy mi az ember, és ez egy idézet, azért van idézőjelve, tehát nem az ő szavai. Ezen kívül pedig átadom a szót Törvonnál Zoltán festőművésznek, aki a mestere Renátónak, ő fogja megnyitni a kiállítását. Igen. Jó estét kívánok! Egy nem fogadott hívás. Csabai Renátó kiállítása augusztus 30-2013 Bodó Galéria. Tehát egy nem fogadott hívással érkezett. Nem egy, talán összesen 4 vagy 5, de mindenképpen jó sok. Igen, reparáltatnom kéne most már sok minden, talán a szemem után a fülemet is, mert hogy igazán mi volt, fogadtam volna valamennyit, ha hallom, például Csabai Renátó hívásait, és most válaszolva természetesen kiállítását szervez, örök. Vállalom, igen, örök. Persze valóban vannak fogadatlan hívásai, amiket valóban nem hallunk, vagy rosszul hallunk, vagy egyszerűen nem is értjük, vagy csak nem is veszünk észre, hogy hívásunk érkezett. És ez nagyon is rendben van, mert azért azt tudjuk, hogy az a kevés tudás, ami gyakran a nem tudott dolgok listája, éppen a felejtésünk teremtette üres helyekre tárolható. Egész életünk választásokon múlik. Kivétel, amikor nem, amikor nincs választásunk, de ettől ilyen szép, félelmetes ez az egész. Mondhatnám, ettől ilyen halálosan izgalmas. Bilinszky szerint a művészek postások, az univerzum küldöncei, Renátó is küldönce, az univerzumnak a szemekből vakító fénynek a küldönce. És ezt jól lenne megjegyezni, mint ahogyan a szép növényeket, a virágokat lefele menek a 6. emelettől a Rákóczi úti műtermemből, ahova ezért vissza kellene rohanjak, hogy el ne felejtsen, de annyi mindent kéne nem elfelejtenünk, hogy ahhoz egy élet sem lenne elég. Pedig végül nagyon is egyszerű, majdnem minden. Például ez a kiállítás is. Titokzatosságában is egyszerű. Fekete-fehér, persze egy nagy frász, és hogy ezek rajzokat, vagy képek, hogy mi van, mit kérdezek, ez azért baromira nem egy fontos kérdés. Portrék, fejek, helyzetek, ez sem fontos. Ez sem kérdés. Mert itt a falakon ugyan ábrázolás az van, alig azonosítható anyagokkal, de, és ez a legfontosabb, a létezésünk ábrázolására történik kísérlet. A nem túl nagyméretű hordozóknak viszont nagy a sugárzása, a tere. Egyik sem enged, és csak állunk, eszköztelenül, boldogan. Paul Valéry költő eszmét a francia tudós 1877-1945, tehát akár olyan 44-re születtem, még kortársam is volt a tanár, írja, hogy tanítványaink, ha az idő megengedné, ezerszer többre taníthatnának bennünket, mint a mesterünk.
De az idő nem engedi meg. És igaza is van. Az idő nem engedi meg. Bár még sincs igaza a tanárunknak, na persze ebben az idegennek, hogy de most azért is vagyok itt, és ezért fogadott a hívás, mert sokat tanultam a hallgatóimtól. Jó, például, ússzunk legalább a gólyáit. Még ott egyszer pihany van. De nem kell hozzá pihany. Állandó a hívás, a késztetés, és ha a kis gumimotoros recsi zümi nem kezd propellerezni a reggeli ablaknyitásra, amikor már nem csak a műterem növények, de a képeim is tudják, hogy már nincsenek egyedül, akkor hát jól meg kell fújnom. És ezt a levegőt, ezt az energiát valahogy tőletek kaptam, kapom a volt tanítványoktól, és akkor kezdődhet a nap. És akkor ott függhetünk a cérnaszálon, a műterem és az élet terében. Na, hát körülbelül ezt szerettem volna elmondani, megköszönni a nagyon nagy fényeket a szemekben, a sok rajzocskát, házacskát, és a Jóisten tudja még, hogy mit, amelyeket itt a szép, tiszta térben, tiszta hangon láthatunk. Köszönöm, tiáltam megint.